Az elmúlt két esztendőben nem bontottak pezsgőt szilveszterkor a Babis Kulturális Központban, ám az idei szilveszteri bár megmutatta, visszatért az élet a házba. Rendkívül nagy volt az igény, ez közös ünneplésre, mondta Berlinger Attila igazgató. Nem csak a szilveszteri bál esetében, hanem az évvégi decemberi események, akár ha visszaemlékezünk röviden az adventre is, bebizonyította, hogy visszatért a látogató közönség. Ez egy egyéves kemény munka volt a Covid-járvány után. Nagyon nehezen indult, döcögősen indult, félházzal működött sok műsor, most viszont tényleg az a kellemes időszak következett el, hogy inkább jegyszűkében vagyunk, és bármilyen színházi, kulturális est, koncert, illetve egy ilyen bál rendezésére adjuk a fejünket, azt gondolom most folyamatos teltházzal tudunk működni. Bár január 12-ig zárva van a ház, az ezt következő időszakban számos programot bonyolítanak majd. Egy héten át zajlik a Magyar Kultúra Hete program kínálata, és elindul két az évet átölelő jubileumi sorozat Petőfi születésének és a Himnusz létrejöttének 200. évfordulója alkalmával. Ez egy állami program keretében nagyon sok országos programmal színesedik, és mi is úgy gondolom, hogy méltó elemeit fogjuk ennek majd ezen az egész héten megeleveníteni, és hát a Petőfi emlékév az majd folytatódik, annak még nagyon sok kulturális része lesz ebben az évben is. A január a színházi évad indulását is jelenti, két darab is bemutatkozik a bérleti sorozatokban, míg a hónap végén a Budapest Jazz Orchestra újévi koncertje teszi teljessé a januári kínálatot.